Sziasztok! De nem rendeltünk semmit, pizza. Lányok, valaki megtette helyettetek. Ha szeretnétek még valamit, akkor szóljatok és jövök. Lázadó lányok. Kíváncsi vagyok, hogy melyik lány vendégelt meg minket. Nem tudom, elég fura. Milyen még nem fordult el. Talán a kosarasok csinálták? Kedvenc teljes kávém karamellel. Megcsináltuk. Lázadók, minden jó nektek szól. Megrendeltünk mindent, ami tetszik. Nem veszek el semmit a patkányoktól. Nem nyúlok semmihez. Lázadó lányok, nyugodjatok meg. A lányok úgy döntöttek, hogy ezzel kedveskednek nekünk. Nem látok ebben semmi rosszat. Én nem bízom bennük. Biztosan készülnek megint valamire. Jaj, az nem fog menni. Csak nézz rájuk. Amikor megtudták, hogy tőlünk van, egy pillanat alatt megváltozott az arckifejezésük. Lázadók, tiszta a lelkiismeretünk. Fogadjátok el a szerény ajándékunkat. Csak a barátaitok szeretnénk lenni. Nem leszünk barátok. Lányok, nyugodjatok meg. Ebben a suliban az a legfontosabb, hogy béke legyen. Köszönjük, Jaja és Jana. Sziasztok! Pizza, gyere ide az asztalunkhoz. Komoly megbeszélést tartunk. Diana, banános tiramisut is készítenek, mindent, amit szeretsz. És csokis tiramisut nektek, lányok. Pizza, jöttek a békák, menj és vedd fel a rendelést. Ezt láttad, az arcokat nem rendelni jöttek ide, hanem hogy velem elbánjanak. De ha valami balul is ül el, akkor is én leszek a hibás. Oké. Kostya, szóval szingli akarsz lenni? Ima, nem akarok semmilyen kapcsolatot. Most csak a sport és a sport létezik számomra. Ó, nem is tudom. Az biztos, hogy menő dolog sportolni, de legyek barátnő nélkül, mint egy lúzer? Igen, békák, hallgatlak titeket. Később rendelnénk, Stellának fáj a hasa. Mit adtál neki? Miatta nem tudjuk megtartani a szokásos edzésünket. Mondj, gyerünk, lányok, ez nem pizza hibája, rendeljük zöldte. Nem, lányok, ez nem az én hibám. Tegnap Stella sajtortát rendelt csípős csili paprikával. Mondtam neki, hogy ezek nem mennek együtt, de azt mondta, hogy fogyni szeretne. Sajtorta csípős csili paprikával? Stella, megint azt bámulod? Miért rendeltél csípős csili paprikás sajtortát? Tudtad, hogy rosszul leszel. Lányok, a felesleges kilók miatt csináltam pizza, csinálj nekem zöldtát, kérlek. Nos, békák, nem ti vagytok az egyetlen vendégeim, tehát rendeljetek. Dima, támogatsz engem? Igen. Nézd, szingli vagyok, akárcsak te is. Kostya, de mi lesz Lime-mal? Használd a képzeleted. Oké, megmondom neki, hogy komolyan készülünk a versenyre. Lányok, miért nem ettetek belőle? Én nem fogok. Diana, nem fogadok el semmit a patkányoktól. Én nagyon éhes vagyok, szóval köszi, patkányok. Jó étvágyat, Méri. Lányok, nem kellene így viselkednetek. A patkányok barátkozni szeretnének velünk. Diana, mi már barátok voltunk. Nekem elegem van. Igen, Diana, emlékszel a pompom lány barátságunk végére Jona és Laila között? Knopban ne gondoljunk olyanokra, amik régen történtek. Szóval, pizza, mit akartak a békák? Stellának fáj a hasa a csili paprika miatt. Mondtam, hogy ne egyen össze különböző ételeket. A sajtorta és a csili paprika összeférhetetlen. Mondtam neki én is. Oké, készíts nekik 4 csésze zöldtát. Miben lehetnél hasznos számunkra? Mit tehetsz, Romeo? Megértetted? Nincs szükségünk koloncra a bandánkba. Mindenki menő. Sok mindent meg tudok csinálni. Erős vagyok. Meg tudok ütni egy focistát. Kosarast is, bárki mást is. Meg tudok ütni. Ez már könkért? Csak nézd rá, kibántana, csak a barátunk akar lenni. Figyelj ide, Rómeó, nem leszünk mi barátok. Szerinted viccelek? Viccelek? Azta. Hé, Rómeó, nyugi. Ja, tegyél le. Láttad? Nem lepett meg minket, Rómeó. Rómeó, téged kerestelek. Ne sértődj meg, ember, nagyon erős vagyok. Elkaptalak. Ó, Mike bácsi, csak beszélgetünk. Romeo, a barátunk akar lenni. Romeo, Mike bácsi megengedi, hogy a barátunk legyél? Nem érted? Romeo, ne nyújj hozzám, nézd, itt van Markus. Fiúk, nyugi. Romeo, gyere velem. Mike bácsi, menjünk, beszélnünk kell. Visszajövök, srácok. Visszajövök, srácok. Nem kell visszajönnöd. Könyörögni fogtok, hogy legyek a barátotok. Romeo, mi volt ez? Szükségem van néhány barátra. De pont ők, ha nem velük, akkor kikkel? Vagy járjak egyedül a suliba, mint egy szellem? Nem, Romeo, ne barátkozz velük. Először is nem a mi iskolánkban tanulnak, másodszor pedig nem ismerem őket eléggé. Mike bácsi, akkor mondd meg, kivel lehet barátkozni? A kosarasokkal nem lehet, a focistákkal sem, akkor mégis kivel? Barátok. Oké, Romeo, ne aggódj, találok neked barátokat. Hogy vagy, Mike tanár? Sziasztok, srácok, gyertek csak. Romeót tanítod? Mike tanár úr, tartsa szemmel Rómeót! Emlékeztesse, hogy ne fusson a lázadó csajaink után! Kosarasok, a saját tanáraitoknak adjatok tanácsokat, hallottátok? Később beszélünk, jövök a barátaimmal is, beszélünk! Romeo, milyen barátokról beszélsz? Srácokkal, Mike bácsi! Romeo, már mondtam, hogy ezekkel a srácokkal nem lesztek barátok! Felnőtt vagyok! Hey, Romeo! Lányok, segíthetünk? Mit kerestek? Meg fogjuk találni!
Megoldjuk a segítséged nélkül is, Gigi, nem találom. Juli, azt mondtad, hogy elrejted a kulcsot a táskához, amiben a jegyek vannak. Hol van a kulcs, hm? Gigi, nem találom sehol. És azt mondtad, hogy én leszek az, aki majd elveszíti a kulcsot. Találd meg. Gigi, meg lesz. Lányok, őszintén nem volt jó mellettetek. Diana, komolyan, nem kell közelebb kerülnünk a patkányokhoz. Igen, Diana, mi vagyunk a lázadó lányok, és nem kell senkit sem közelengednünk magunkhoz. Ezek szerint így van. Lányok, hát nem vettétek észre? Kabala? Hol voltál? Reggel óta nem láttunk az iskolában. Elmentem felpróbálni az új jelmezt, és nem akartam bejönni a kávézóba, mert ott ültek a patkányok. Diana, hallottad ezt? Meg vagyok döbbenve. Kabala, te is. Most már összebarátkoztunk a patkányokkal, vagy valaki ellenzi a békét ebben az iskolában? Ugyan már, Kabala? Bolondos Diana. Nem akarod meglátni a fától az erdőt? Lányok, lányok, tanácsot szeretnék kérni a jelmezhez. Juli, miért tücsörögsz itt? Keresd meg a kulcsot! Sziasztok, lúzerek! Lázadó lányok, hagyjatok minket békén. Juli, keresd! Hello, lányok. Lúzerek, egy fontos dologról szeretnék beszélni veletek. Igen, arról van szó. Tudod, hogy hamarosan itt van a nyári szünet? És mindannyian a vidéki házba megyünk. Táborba akarsz menni? Mi? Nem izgat. Nem, lázadó lányok, nem megyünk táborba, elmegyünk a vidéki házba. Habár, lázadó lányok, miért nem menjünk táborba, ti pedig a vidéki házba? Lúzerek, várjátok, nyugi. Nézzétek, mi a pompon lányok, a kosarasok, a focisták és a patkányok is a vidéki házba megyünk. Aha, és ott nagyon unatkozni fogtok. És mi előrendeljük a legjobb tábori utalványokat? A legjobb táborban lesztek, nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Lúzerek, szerintem jobb, ha belementek. Megyünk a vidéki házba. Juli, nézd csak őket, a táborba akarnak küldeni minket. Nem, lázadó lányok, felnőttek vagyunk, és mi a vidéki házba megyünk. Figyeljetek, lázadó lányok, ezt a nyarat a vidéki házban töltjük. Diana, nem értenek egyet. Figyeljetek, lúzerek, szakítottatok a pasiaitokkal, igaz? És sok új jóképű és menő fiúval fogtok találkozni. Megismerkedhettek velük, és szorosabb viszonyba kerülhettek velük. Igen, kapcsolatok, csókok. Jobban fog tetszeni nektek, mint a vidéki ház. Nem, elmegyünk a vidéki házba. Lázadó lányok, ne próbáljatok megtéveszteni. És elmegyünk a vidéki házba. Túl felnőtt vagyok egy táborhoz. És ugyanabban az iskolába tanulunk, szóval mindenkivel együtt megyünk. És a barátnőinkkel. Nem vagyunk a barátnőitek. Ilyen, ez nem fog működni. Lányok, csak várjatok, van elég időnk, ugyan? Nem lenne problémánk, ha beleegyeznétek a táborba. Mi elmegyünk a vidéki házba. Lányok, velünk tartotok? Nélküled. Csajók, a lúzerek elutasították a javaslatotok, nem akarnak menni. Adjátok ide nekünk, majd beszélünk velük. Megint ők. Lányok, nyugi. Köszönöm, Jana és Lyanya. Patkányok, várjatok. Figyelj, Diana, nem gondolod, hogy túl gyakran találkozunk a patkányokkal? Knapa, nyugi, talán beszélnek a lúzerekkel, és ráveszik őket, hogy a táborba menjenek. Lázadó lányok, csak egy kérdés. Van egy nagyszerű ajánlatunk a ti számotokra. Diana! Olyan idegesítőek a kérdéseikkel. Igen, és ne figyelj minket. Hallgatlak benneteket. Elmegyünk vásárolni, szeretnél csatlakozni hozzánk? Igen, elmehetnénk vásárolni, és közelebb kerülhetnénk. Segítünk egymásnak menő ruhákat venni. Vásárolni? Köszönöm, patkányok, nem megyünk veletek vásárolni. És ne kövessetek minket mindenhova. Ha barátságosan beszélünk veletek, az nem jelenti azt, hogy barátok is vagyunk. Mi jó szándékkal jöttünk. Ezen kívül kedvezményes kártyáink vannak a legjobb üzletekhez. Oké, majd átgondoljuk. Diana! Lányok, azt mondtam, hogy átgondoljuk. Na gyerünk, mennünk kell az edzőterembe. Pápa! Jaj, látod, egyre közelebb kerülünk hozzájuk. Igen, Jana, és hamarosan elválasztjuk Diana Smile-tól. Jaj, felejtsd el Márkusszal folytatott beszélgetésünket, legyünk lázadók inkább. Na, benne vagy? Lázadó lányok. Jaj, és akkor mi van? Meglátjuk! Lányok, rátok várok. Várj egy percet. Ez Rómeó. Sziasztok, lázadó lányok. Hello, fiúk, menjetek arrébb, be kell mennünk. Lázadó lányok, láttátok az én Dimám? Utoljára kávézóban voltál. Kostyával. Gyertek, bekérlek. Köszönöm szépen, lázadó lányok. Dőszek voltak, amikor megláttak minket. Srácok, azt hiszem, a patkányok hazudtak neki. Igen, és csak pazaroltuk a pénzünket. Srácok, mondtam, hogy magunknak kell elintézni. Egyedülálló fiú vagyok, Dima. Ez menő?
Igen, és senki sem késztetett táncolni, vagy valaki rendeléseit kifizetni a kávézóban, annyira menő lányok nélkül. Nos, Dima, vegyük két jegyet és menjünk egy profi foci meccsre. Utána meg menjünk ugrani ejtőernyővel. Na, mit szólsz hozzá? Miféle ejtőernyő? Tériszonyom van. Ah, igen, rendben. Aztán menjünk a pályára, sportmotorokkal fogunk vezetni. Ó, szuper, szuper, enyém lesz a Honda. Én viszem a Yamahát, teszünk pár kört. Tessék, Dima, mindenhol téged kerestenek. Miért nem vezet fel a telefont? Zöldike? Ki vagy te, és miért közönsz Dimának? Nem értem, Dima. Hogy merik Kostya ezt tenni? Mondd meg neki! Zöldike? Kostya, ne üvölts a barátnőmmel! Dima, egyedülálló fiúk vagyunk, beszéltünk róla. Ki vagy te, Dima? Mit mondod? Zöldike, Kostya csak viccelt. Dima, nagyszerűen támogatta a papucs. Kostya... Bocsánat. Én nem egy papucs, megértetted, Kostya, nem papucs. Igen, igen, gyerünk. Csak egy barátom van, de ő megbízható. Ó, patkányok. Na, szóval, megetted? Jaja, folyamatban, minden folyamatban van. Értem, csak hazudtak nekünk. Figyelj, vissza kell adnotok az előfizetéseket, ha nem tesztek semmit. Figyelj, adj nekünk pár napot, és Diana szakítani fog Smile-nak. A lázadó lányok pedig szakítani fognak a kosarasokkal, úgy lesz, hogy megbeszéltük. Remélem ez az igazság, lányok. Jobb, ha nem hazudtok nekünk. Vagy pedig nagy bajok lesznek. Megcsináljuk, skacok! Türelem, csak türelemre van szükség. Nem bízom bennük. Szóval, srácok, várjunk holnapig. Igen, de ha holnap nem változik minden. Megbánják még, hogy hazudtak nekünk. Ó, srácok, rám vártok? Na, ne! Hé, várjatok! Lányok, kinyúlt a táskámhoz a kencéimmel. Diana, én nem. Talán a patkányok jöttek meglátogatni. Ez nem vicces, lányok. Nem találom a kókuszmaszkomat. Szóval holnap meglátjuk, kinek lesz kókusz illata. Lázadók, bejöhetünk? Köszönöm, kopogtattatok, kosarasok. Igen, hazamegyünk. Hello, baby, milyen volt a napod? Nem láttuk egymást a suliban. Ez azért van, mert edzenünk kell a versenyre. Pont ahogy sejtettem, úgy döntöttem, nem vonom le róla a figyelmet. Mi a helyzet veled? Azt beszélik, hogy barátok lettetek a patkányokkal. Smiley, ne is figyelj ezekre a pletykákra. Barátságosan kommunikálunk a patkányokkal, de nem vagyunk barátok. Bla, 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 bla. Diana, nem látod? Mindig a közelünkben vannak. És nagyon aranyos vagy velük. Knopa, te is a patkányok barátok lettetek? Tomi, tuti, hogy nem, de Diana vak. Nem akarja elhinni, hogy a patkányok rosszban sántikálnak. Kicsim, a helyedben nem bíznék a patkányokban. Figyelj, Smiley, te vagy a barátom, és sok mindent mondhatsz nekem, de én fogom eldönteni, hogy hogyan viszonyulok a patkányokhoz, vagy bárki máshoz ebben az iskolában. Oké? Oké, nem szóltam egy szót sem. Szóval, lányok, ha szabadok vagytok, hazakísérhetnénk. Elmegyünk a kávézóba, és veszünk fagyit hazafelé. És? Benne vagyunk, ugye, lányok? Persze! Csak várj meg minket lent, bepuderezzük az orrunkat. Oké, lányok, várni fogunk. Gyerünk! Meg vagyok döbbenve, csajok, még Smiley is a patkányokról kérdez. Fénysebességgel terjednek a hírek ebben a suliban. Diana, ezek nem pletykák, ezek tények. Nem kell megbíznunk bennük. Mindenki telik tőlük. Lányok, a béke az egyetlen dolog, ami ebben a suliban lesz. Diana! Lázadó lányok! Beszélni akarunk veletek. Ez a barátságunkról szól. Lányok, már beszéltünk róla. Nem leszünk barátok. Várjatok, lázadó lányok, nem tudjátok, mit akarunk mondani nektek. Képzeljétek csak el, hogy mi is a lázadó lányok közé tartozhatunk. Most négyen vagytok, de ebben az esetben hattan lennénk. Minél lázadóbbak a lányok, annál menőbbek. Ha jól értem, nem hátrátok meg. Diana, ne is gondolj erre. Én nem akarok velük együtt lenni. Ez nagy hiba. Lázadók, minden tőletek függ. Ha menőbbek akartok lenni, akkor fogadjatok be minket. Nagyon hasznosak leszünk. Oké, lányok. Diana, ne! Ezt nem hiszem el. De van néhány követelmény. Bármit teljesítünk. Mindenre készen állunk, hogy lázadó lányok legyünk. Helyes. Aztán ahhoz, hogy a lázadó lányok közé tartozzatok, részt kell vennetek a beavatáson. Ez tanság. Könnyű. Oké, akkor később találkozunk. Később. Hello. Sziasztok, barátok. Sziasztok! Diana, de miért? Miért mondtad ezt? Na, Asztya, nyugodj meg, nem fogják teljesíteni.
Lányok, nem értitek? Nem hagynak minket olyan könnyen békén. Nem hagynak minket békén, igen, de nem leszek a barátjuk. Lányok, a beavatás megmutatja, mennyire akarnak a lázadó lányok közé tartozni, de most ki vár ránk? Kosarasok! Skacok, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Kattintsatok a csengőre és várjátok az újdonságainkat. Sziasztok! Én megmondom, Romeo, miféle barátok? Lányok, őszintén szólva nem volt szép a részetekről. Diana, de patkányokkal, ne! Diana, hallottad ezt? Meg vagyok döbbenve. Kabala, te is. Most már barátságosan viszonyulunk a patkányokhoz, nem hallottad? Barátságosan. És igazából nem vagyunk a barátnőitek. Diana, ez nem fog működni. Bla, 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 bla. Mindig rajtunk fognak lógni.